aki figyelte az elmúlt napok sporteseményét, vagy az elmúlt hét sporteseményeit, magyarként igazán nagyra tárult szívvel vehette tudomásul, hogy milyen eredmények születtek. Több sportágban is, vízben, páston jöttek sorra az aranyak. Ezzel függ össze a kérdésünk is. Ön szerint többet kellene-e költeni a magyar sikersportágokra, igen vagy nem? Ez a nap kérdése itt a Nap hírében. 30% önöknek, válaszadóknak úgy gondolja, hogy igen, többet kéne ezekre költeni, 70% viszont úgy gondolja, hogy nem. És hát itt azért a sportágok, meg a sport, meg annak az állami támogatása, az persze sokrétű, legtöbbször a foci van az előtérben, és azon lehet azért a legjobbakat polemizálgatni, akkor például, amikor a Pékből, autószerelőből és a birkapásztorból álló csapat el tudja verni Magyarország kiemelt labdarúgó egyesületének a csapatát, miközben persze vannak jó eredmények is, szóval azért ez egy összetett kérdés, erről is fogunk majd beszélgetni Koros Lajossal, az MSZP alelnökével, Gyöngyösi Mártonnal, a Jobbik elnökével, LP képviselőjével, valamint Ugyancsinszki György újságírójával. Uraim, már előre is köszönöm a mai beszélgetést, de nem a sporttal fogunk kezdeni. Persze majd azért a napkérdésének az eredményét többször megnézzük az adás alatt, hanem azzal, hogy kiderült, mekkora összegekbe kerültek Orbán Viktornak az utazásai az elmúlt esztendőben. Nézzük! Orbán Viktor 51 hivatalos látogatást tett külföldön. Ezek közül 18 alkalommal a Magyar Honvédség által vásárolt Airbus A319-es különgéppel. Tudta meg az RTL.hu. A külgazdasági és külügyminisztérium adatközlése szerint ez körülbelül 502 millió forintba került. A tárca azonban a költségeket eleinte nem részletezte, így nem lehetett tudni, hogy pontosan milyen áron szállt meg, és mennyi napi díjat fizette ki a miniszterelnöknek és delegációjának. A minisztérium később összesítve küldte meg a költségeket. Az 51 út 502 millió forintos költségvetéséből 395 millió forintot fordítottak szállásra, 14 millió forintot napi díjra, míg az úti költség 93 millió forint volt. Több esetben felmerült, hogy kifejezetten drágán, luxus körülmények között foglaltak szállást a miniszterelnöki delegációnak. Például a tavalyi párizsi úton a hétfős kíséret szállására 5,2 millió forintot költöttek, ami fejenként 750 ezer forintot jelent. Valamint kiemelkedik az elszámolásból a 93 millió forint úti költség, ami feltűnően kevésnek számít annak tudatában, hogy Orbán Viktort Kairóba 43-an, az üzbegisztáni Szamarkandba 49-en, míg a türkmenisztáni útra 38-an kísérték el. Ennek hátterében az állhat, hogy nem lehet tudni, pontosan milyen áron számolják el az Airbus A319-es különgép használatát. Egyfelől lehet azt mondani, hogy sok, mert hogy ennyi pénz így lerakva az asztalra, az nyilván a magyarok jelentős részének nagyon sok. Más, hogyha 51 útról beszélünk, akkor a delegációval, a biztonsággal, vagy biztosítással, egyebekkel kapcsolatban szállásúti költség nyilvánvalóan nem olcsók, is hostelekben szállnak, meg mégiscsak állami vezetők és a delegációikról van szó. Az mondjuk utanként 10 millió forint, hogyha így nézzük, nem tudom, hogy mik az állami vezetőknek, az állami vezető turisztnál mik az átlagárak, de még azt is lehet mondani akár, hogy ezek nem olyan összegek föltétlenül, amint föl kéne háborodni. Mert hát az egy állami vezető, az utazik, ilyen van. Kétségtelen, tehát szerintem is ezt a két dolgot külön kell választani. Tehát az, hogy egy kormányfő az utazik, és nem mindig a éppen adott járattal tud eljutni A-ból B-be, és valahol megszáll esténként, ezen nem érdemes fölháborodni, meg nem is érdemes ezen polemizálni, hogy hát most miért nem tudom én, Wizzerrel vagy EasyJettel tette meg az utat, hiszen lett volna olcsóbb járat, és miért nem a diákszálláson szállt meg. Tehát, hogy méltányolni kell azt, hogy ő azért mégiscsak a magyar kormányfő, és tételezzük fel, hogy fontos ügyekben tárgyal valahol. A probléma számomra, akkor, amikor ezeket az újságcikkeket olvasom, számomra azt jelenti, vagy az jelenti a problémát, hogy nem átlátható, és a kormányzati kommunikáció is olyan, minthogyha így valamit titkolni akarnának. Tehát miért nem lehet erről részletes első felszólításra egy részletes kimutatást kapni? Milyen titkolni való van ezen, hiszen még egyszer egy
a világ legtermészetesebb dolga az, hogy egy magyar miniszterelnök utazik, és valahol megszáll, és hogy nyilván jó helyen száll meg, vagy egy központi szállodában száll meg Párizsban, azt meg tudjuk, hogy drága. De miért kell ezt titkolni, miért kell mismásolni, és miért kell csak ötödik felszólításra kiadni azokat az adatokat, amelyeket közpénzből finanszíroz a magyar állampolgár? Akár fönn is lehetne automatikusan az adat. Így van. Régen. Pontosan régen ez így volt, ez mentalitás kérdés, elnézést, nem akartam persze a szavába vágni, de ez mentalitás kérdése. Tehát vannak benne olyan aránytalanságok, engedelmet, én nem nosztalgiából mondom, én voltam állami vezető, mondjuk én mindig kértem a nemzetközi irodánkat, hogy mondjuk harmadosztályú szállodánál drágább szállást nekem ne foglaljanak, soha nem utaztam kiemelt osztályon, mindig turista osztályon utaztam. Egy állami vezetőnek utaznia kell, hiszen nemzetközi tárgyalások vannak, különösen amióta az Európai Unió és a NATO tagjai vagyunk, ugye a Soros elnökség eleve feltételezi azt, hogy ugye ott mindig trojkába kell dolgozni, ugye megerősíted és az állításomat, tehát már mielőtt Soros elnök leszel abban a fél évben, a szakágaknak megfelelő miniszterek, államtitkárok már előző fél évben és az azt követő fél évben is tárgyalásokat folytatnak. Na, a lényeg az egészben az, hogy ez mentalitás kérdése, hogy miért nem lehet ezt megmondani. Azért szúrtam ki az aránytalanságot, mert van, ahol 50 fős delegációval mennek, és aránytalanul olcsó. Nem hiszem el, hogy annyiba került. A repülőgépnek az üzemeltetési költségeit befolyásolja, hogy 4-en ülnek rajta, vagy 40-en? Nem az üzemeltetés érdekes ilyen szempontból. Csak hanem az utat nézzük, A-ból B-be. Hanem, hogy van egy csomó olyan járulékos költség, amelyet nyugodtan oda lehetne tenni az asztalra. Az, hogy például a miniszterelnök biztonságáról mondjuk nem a titkárnő gondoskodik. Tehát ezt tudomásul vesszük, ez mindenhol a világon így van. Bocsánat, azt is tudomásul tudjuk venni, hogy már az is biztonsági információ, hogy mennyibe kerül a miniszterelnök biztonságának a szavatolása. Tehát ott az transzparensé válhat. Ezen az úton a miniszterelnöknek a védelme 8.300.000 forintba került. Tehát ez már önmagában ez az információ is nem ad lehetőséget arra, hogy aki szaglászni vagy valamit meg akar tudni, az hozzájusson akár biztonságot érintő érzéket. Nyilván nem a testőrök napi díjára vagy kíváncsi bárki is, hanem azt, tehát visszamegyek oda, amit az előbb mondtam, hogy van aránytalanul alacsony beköpött pénz, mert csak így belökik, hogy ennyibe került és kész, elégedjél meg vele. És hogyha világosan akarja valaki látni, akár egy hírportál, akkor neki utána kell járni, közadatigénylést kell benyújtani, bírósághoz kell fordulni, majd kap egy lekezelő választ, hogy egyébként meg oldalanként fizessen ennyi és ennyi pénzt, mert le kell fénymásolni és sokszorosítani. Tehát mi ezzel szembesülünk most már évek óta, ezzel a mentalitással is, ezzel van baj. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan lehetne nyilvános, hogy kérni se kéne, mert akkor nem állnának elő ilyen helyzetek. Emlékezzünk vissza Lázár János utazásaira egyébként, hogy abból mekkora ügy volt, és hogy tényleg milyen elkép relatív, milyen akkori időszakban kifejezetten drága utazásokról volt szó, és hát alapból nehezen volt indokolható, az is probléma volt, hogy nehezen volt indokolható. És azóta a magyar kormány nagyon ügyen arra, hogy ezek az adatok lehetőleg minél nehezebben kerüljenek ki. És tényleg korábban minisztériumi szinten osztályvezető helyettesi szinteken lehetett nézni azt, névvel minden, hogy ki milyen költségtérítést vett igénybe különböző utazásokra. Ezek már mind eltűntek. De egy szempontot ugye, és vagy miért Lázár János történetét miért emeltem be. Orbán Viktor is azért nem szereti úgy feltüntetni magát, vagy abba a képbe, amit róla építenek, vagy ez az állami gépezet róla épít, hogy ő ugye milyen költségeket, milyen utazásokat tesz, és hogy ezek tényleg, hogy ezek mennyibe kerülnek. És hogyha belegondolunk a párizsi útra, belegondolunk arra a tavalyi bécsi útra, ami hát tudjuk, hogy Bécs legdrágább szállodájában szálltak meg, ebből az adatsorból nem fog kiderülni, és ezek valószínűleg kiugró költségek, ezek nehezen magyarázható költségek lennének, és nem illik bele abba a képbe, amit a kormányfőről építenek. A tojásos noketlin a konyha
Pokerlient, Vajlingból kanalazgató atlétikai trikós kép, ami volt egy korábbi állami vezetőről. Beszélek a fiatalabbak kedvéért, mondom, kérdezzék meg anyát, apát, el fogják mondani, hogy igazából ez mit jelentett most így ebben az összefüggésben. Itt van egyébként egy másik része is a történetnek. Az egy ilyen horvátországi kerülő, vagy egy Olaszországban egy privát kerülő, amelyeknél nehéz elhessegetni azt a gondolatot, hogy itt például családi jellegű utazások, vagy azokba beillesztve történt valami. Önmagában mi a gond az, hogy egy állami vezető mondjuk autóval megy, most nem repülőgépről beszélek, ezek éppen repülős utak voltak, autóval megy, és arrébb kanyarodik három utcát azért, hogy mit tudom én, vigyen egy sportszelet, nem reklám volt, vigyen egy darab csokit az iskolába a fiának a kép, akkor jön ki, most tényleg csak egy példa. Tehát hol van az a határ, ameddig a hivatalos út az megszakítható, vagy egy pici kerülő beiktatható, vagy és akkor ott minden repült mérföldet azt külön le kell dokumentálni? Hogy működik? Sose voltam állami vezető. Szerintem megint csak tehát az átláthatóság a kérdés, meg az, hogy valamit miért kell titkolni, meg miért kell visszatartani információt. Tehát a nyugati civilizációban, és itt szerintem a keleti mentalitást és a nyugati mentalitást érdemes egy picit összevetni. Tehát a nyugati vezetők körében az, hogy egy holland miniszterelnök biciklin közlekedik a parlament meg a hivatalak között, az egy teljesen normális és bevett dolog. Az, hogy nyugati vezetők másodosztályon utaznak, vagy maximum egy biznisz osztályt megengednek maguknak, de teljesen átlátható módon gazdálkodnak, az egy teljesen bevett dolog, és az is, hogy bármelyik állampolgár számára elérhető legyen az, és átlátható legyen az, hogy egy kiemelt vezető közpénzből hogyan, merre és mikor utazik. Ugyanez ugye a keleti mentalitásban, hát az, hogy nem tudom én, luxus körülmények között utazik magángéppel, testőröknek a garmadájával és villogó autóból van 20 elől és 50 hátul, ez egy teljesen normális és bevett dolog. Ez nyugaton már ciki. Tehát úgy megérkezni, hogy le van zárva az egész város. Egyesült Államok elnökét, vagy a pápát, azt nehezen bírom elképzelni. Leszámítva a pápát is, tehát van egy-két kivétel, de azért nem tudom, ha megérkezik a svéd miniszterelnök, akkor az már inkább ciki, amikor a várost le kell hozzá zárni, ez már inkább olyan magyarázatra szorul. Gondolatot csak beemelnék, hogyha egy fuvarozó cég, vagy bárki, aki árut szállít, ott ki kell tölteni egy menetlevelet, és hogyha a menetlevéltől eltérő helyen találják meg azt az illetőt, ahol egyébként dolga kellene legyen, az felelősségre vonható. Nagyon furcsa, hogy ezt tényleg a legfelsőbb állami vezetésnél ezt nem feltétlen lehet, vagy mindig utólag derül ki, és utólag magyaráznak, azt hiszem az olaszországi útnál volt technikai leszállást, technikai kitérőt, pízai kitérőt tett a miniszterelnök, és ezt tényleg utólag kellett magyarázni egy ilyennel, amire ráadásul nem is volt igaz, mert vagy nehezen lehet elfogadni ezt a magyarázatot. Arról nem tudunk, hogy hivatalos programja akkor lett volna. Nem volt hivatalos programja. Az egyik kislányok tanul meg bevásárlószatyorral a kézben, az ember nem tesz ilyen kitérőket, igen. Itt egy csokit a suliba. Megint oda jutok vissza, mert ők ezt megtehetik. Tehát ez a mentalitás kérdése, hogy csak egy példát mondok rá, és ez nem az anekdóta miatt mondom. Múlt évben Horvátországban rokonok elmondták, két ügy borzolta az idegeket egész nyáron, mind a kettő magyar vonatkozású volt. Horvátországban magyar vonatkozású. Az egyik az, hogy egy nagyon befolyásos, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag embernek a családtagjáig egy szigetet letaroltak, úgy, hogy ott nem lehet vásárolni tulajdonba, 99 évre adnak bérbe szigetet, és a tetejét leborotválták, mert leszálló pályát kellett odaépíteni, ilyen helikopter leszálló pályát. Ez volt az egyik. És mindenféle engedély nélkül, értik? Tehát ez a minden második sziget szinte nemzeti park, de ha még ez nem is lenne az, hát az az elemi, hát idehaza, amikor kutat akarsz fúrni, vagy egy garást akarsz a portádra építeni, akkor arra építési engedélyt kell kérni, mérnöknek megtervezve hatósági engedélyeket begyűjteni. És ők ezt megtették. A másik a MOL tulajdonában, az INA és annak egyik gáz üzletága, ahol
ahol nyomottáron megvették a gázt, csináltak rá egy céget Svájcba, és utána már a emelt áron beszámlázták a saját vállalatuknak, úgy, hogy a különbözet a vezérigazgató édesapjának a számláján landolt, aki Horvátország egyik leggazdagabb nyugdíjasa lett. Tehát miért kell nekünk szégyenkezni a világ előtt ilyen piti, tényleg olyan keleties mentalitás miatt, ahol a legelemibb emberi viselkedéseket kéne csak betartani, és akkor nem kényszerülnénk ilyen magyarázatokra. Menjünk tovább, mert van itt még témánk, ez pedig a mai rendkívüli parlamenti ülés, amely megtörtént, bár nem volt határozatképes. Nézzük ennek a részleteit. Azt tudom megállapítani, hogy szemmel láthatóan az országgyűlés nem határozatképes. Üres székek látványa fogadta az ellenzéki képviselőket a Momentum által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen. A határozatképtelenség ellenére ugyanakkor a jelenlévő képviselők napi rendelőtti felszólalásokban kritizálták a kormányt. A 48 percig tartó ülés az LMP-s Kanász Nagy Máté beszédével kezdődött, amelyben egy újabb debreceni akkumulátorgyár telepítésére hívta fel a figyelmet. A kormánypárti képviselők a távolmaradásukkal egyértelműen azt az üzenetet küldik, hogy őket nem érdekli Magyarország és a magyarok biztonsága. Gelencsér Ferenc hozzátette, a magyar kormány szövetségesei vészesen fogynak, és Svédország NATO csatlakozásával egy erős partnerrel egészül neki a Nyugati Katonai Szövetség. A DK-s Varjú László felszólalásával zárult a napi rendelőtti felszólalások sora. Hangsúlyozta beszédében, hogy az orbáni időhúzás Putyin érdekeit szolgálja. Ez volt a 17. határozatképtelen rendkívüli ülés 2010 óta, amit az ellenzék javasolt. Szóval volt itt szó, hogy a svéd NATO csatlakozás ratifikálásáról, a DK javaslatára, ahogy ők fogalmaznak, az Orbán kormány által tervezett megszorítások miatt a családok megsegítéséről is beszéltek volna, a klímavédelmi vállalásokról, a párbeszéd javaslatára, vagy pedig a szélerőművek létesítéséről szóló törvény módosítására. Egy csomó olyasmi, ami egyébként normál esetben egy akár mondjuk egy komplett őszi-téli ülésszakot is fel tudna ölelni, ahol az előterjesztés, a részlet, általános vita, a részletes vita, és a többi, és a többi. Ezek azért olyan átfogó témák, ami, hadd legyek őszinte, egy kicsit senki nem gondolhatta komolyan, hogy egy darab rendkívüli ülésnapon ennyi témán végig lehet menni. Meg egy témát még, bocsánat, ez nem hangzott el se itt, se a felvezetésében, de szeptember 1-től kiesünk az Erasmus Horizont programokból, ami szerintem minden magyar felsőoktatásban dolgozó kutatót és tanuló diákot érinteni fog. Viszont annyit fizethetnek a magyar egyetemisták is, mint hogyha már Bécs, az albérletért, mint a Bécsben tanulnának. Igen, lesz igen. De hogy ez is ugye szeptember 1-től ez bekövetkezhet, Magyarország ettől eleshet, ez az Európai Uniós tagságnak az egyik legkézzelfoghatóbb előnye, és ugye a én generációm számára ez a megélt valósága ugye az Európai Uniós tagságnak és csatlakozásnak, és ebből kihúlhatunk, és a kormány meg úgy tesz, mintha itt nem lenne semmiféle látnivaló, semmiféle probléma, tehát ezek a témák még ugye egyfajta sürgősséget is feltételeznek, tehát itt ezt mi nem jó kedvünkben kezdeményeztük ezeket a témákat, szerintem a NATO csatlakozás se a Svédországnak nem tűrhalasztást, lévén, hogy egy háború van a szomszédunkban, a katonai szövetséget erősíteni kell, és még csak mi nem ratifikáltuk Törökország török érdekeket szolgálva, meg orosz érdekeket szolgálva, illetve itt van az Erasmus Horizont program, ami ugyancsak egy nagyon sürgős kérdés, amiben nagyon jó lenne, ha a kormány lépne, nekik kellett volna ezt a rendkívüli ülést kezdeményezniük, hiszen szeptember 1-ig egy módosított törvényt kellene benyújtani a bizottsághoz, hogy az Európai Tanácsban a Magyarországgal szembeni szankciókat el tudják törölni, és szeptember 1-től Magyarország pályázni tudjon, vagy a magyar egyetemek pályázni tudjanak az Erasmusra. Egyéb tényezők is vannak, mondjuk Brüsszelbe, Strasbourgba elmentek szabadságra. Tehát inkább itt most már talán az a probléma, hogyha a módosított jogszabály oda kerül az uniós döntéshozók elé, azok majd akkor, hogyha megszáradt a sós víz. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy még át is kell futnia. Tehát amit itt elfogadunk, ott azon még rágódnak majd egy darabig a bizottságnál, hogy ez megfelelő-e.
Igen, de tegyünk már úgy, mintha ez nekünk fontos lenne. Tehát, ez hogy most nyilván az, hogy a bizottságban tényleg kiürült Brüsszel, tanúsíthatom, a héten jöttem haza, Brüsszelből tényleg kiürült, nem tudom, hogy ott hogy lehetne. Lekapcsolta a villanyt? Hát le, mert hogy tényleg az Unió, ez fontos, mert ugye tényleg kiürült, tehát augusztusban fűsenő a bizottság környékén, és nagyon nehéz azt elképzelni, hogy szeptember 1-e előtt ez átmenjen, de legalább jó hiszeműen kellene eljárni, és Brüsszel és az Európai Uniós intézmények felé tanúsítani azt, hogy Magyarország kormánya mindent megpróbál megtenni, amit lehet. Annyit azért, hogy pontosítsak, hogy persze senki nem gondolta, hogy ennyi napi rendet, plusz még ezt le lehet egy nap alatt tárgyalni, a parlament működését érteni kell, hogy itt napi rendre vételről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy benyújtottuk, letárgyaltuk, határozatot hoztunk. Ezek olyan ügyek, ráadásul itt van a klímával kapcsolatos problémák. Hát mindenki a bőrén érezte az elmúlt hetekben, hogy milyen komoly intézkedéseket kéne Magyarországnak az átmenet kapcsán is meghozni. Hát erre európai programok vannak, amelyek felhívják a kormányok figyelmét, hogy mivel kéne foglalkozniuk a közeljövőben. Többek között legyen világossá, tehát azért azt mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon, hogyha teljesen karbonsemleges lesz a gazdaság, sőt, mi nyeljük el a széndioxidot, akkor sem tudjuk így önmagában a felmelegedést megállítani. Itt azért arról van szó, hogyha megszületnek bizonyos jogszabályok, meg rendelkezések, akkor nagyon komoly Európai Uniós forrásokat így kaphatunk van, arra, hogy átállítsuk az szabadítaná föl, hogyha ez a energiahatékonyság. Így van, hogyha ez a jogszabályi háttér idehaza biztosítva lenne, akkor megnyílnának azok a lehetőségek, amelyek egyébként meg ott vannak Brüsszelben. De most az Erasmus program kapcsán Gulyás Gergely egy fél mondatot úgy odalökött a magyar népnek, hogy azt hiszem 60% esély van arra, hogy ez nem fog összejönni. Érzései szerint, így van ez a pontos definíció, érzései szerint, akkor ehhez nem kell nagy matematikusnak lenni, hogy kikövetkeztesse az ember, hogy mi lesz ennek a sorsa. Ez tragédia az országra nézve. Nem is fogják föl, hogy mekkora tragédia az egyetemi hallgatók, hogy egyszerűen ki vannak rekesztve azokból az európai folyamatokból, amely lehetővé tenné azt, hogy ott kapcsolatokat építsenek, hogy arra szocializálódjanak, hogy megismerjenek egy másik felsőoktatási intézményt, és azt a tudást, amit ott megszereznek, hazahozzák, és ebből Magyarország kimarad a kormány politikája miatt. Tudom, hogy még Gyuri is szeretne ez a témához is hozzászólni, és lesz rá majd lehetősége a rövid szünet után. Ön szerint többet kellene költeni a magyar sikersportágokra, igen vagy nem, így szól a nap kérdése itt a Nap hírében a mai napon. 29% önöknek válaszadóknak azt mondja, hogy igen, többet kéne költeni, 71% viszont úgy gondolja, hogy nem. Maradni fogunk még a rendkívüli parlamenti ülés, illetve annak tanulságai mellett. Majd Gyurié lesz a szó, néhány perc jövünk, vissza maradjanak. Ön szerint többet kellene költeni a magyar sikersportágokra, igen vagy nem, így hangzik a napkérdése itt a Nap hírében. Maradt nagyjából ugyanaz, ahonnan elindultunk az adás elején egy fél órával ezelőtt, még van egy bő 25 percük, hogy szavazzanak az online felületeinken, 30 igen, 70 nem. Ez nagyjából konstansnak mondható. Azzal a témával fejeztük be, hogy volt ma a parlamentnek egy határozatképtelen rendkívüli ülése, és itt téma lett volna, hogyha a kormánypárti képviselők is megjelennek és megszavazzák a napirendet, például az Erasmus és a Horizon programoknak az ügye is, amely nem egyébről szól, mint hogy nem csak az, hogy a magyar fiatalok, egyetemisták, főiskolások azok mehetnek egy csereprogramok keretében az Európai Unióban máshol kurzusokat elvégezni, ennek ugye a lényege az is, hogy az ott végzett kurzust azt elfogadják itt is, az ittenit ott is, szóval pont az a lényeg, hogy van egy ilyen fajta harmonizáció, de nem csak erről van itt szó, hanem arról, hogy egyetemek vagy tanszékek, vagy ezeknek a kutató laboratóriumai közös programokban is vehetnek részt, amely nyilvánvalóan a magyar tudománynak, illetve a kutatásnak a nemzetközi rangját emelheti, illetve hozzáférés biztosít olyan eredményekhez, amely eredményeket itthon nem biztos, hogy el tudtunk volna érni. Szóval ez jól összetettebb, szeptemberben leketyeg az a lehetőség, hogy ez folytatódhasson jelen állás szerint, és nagyjából ez volt az a pont, ahol Unyatyinszky György belefolytotta a szót, a reklám, nem? Kizárólag a reklám. És tényleg, a két fontos szempontot emelnék be, és akkor, de mind a kettő a politikai kommunikációhoz tartozik. Ugye a Fidesz mivel magyarázta a távolmaradást? Igazából semmivel.
Tehát, hogy... Azt mondta, hogy nincsen szükség sürgős döntésre, és itt a svéd NATO csatlakozás volt a fókuszban. A törökök októberben majd valószínűleg ratifikálnak, mi meg majd előtte 10 perccel. Így. És akkor ez egy fontos szempont, hogy ugye a magyar kormány, és ezt már régóta politikusok és elemzők is mindenki elmondta, hogy valójában a török erdogani rendszert segíti, akiknek komolyabb vitája van a svédekkel, méghozzá azért, mert a svédek nagyon sok politikai menekültet fogadtak be Törökországból, akiket a török rendszer terroristaként, és nagyon sok kurd van, meg nagyon sok olyan politikai ellenzéki szereplő van, akiket összefüggésbe hoztak, vagy jogosan, vagy jogtalanul az Erdogan ellenes pucskísérlettel. Ugye a svédek végül is befogadták őket, és menedékjogot adtak számukra. És minden egyes, igazából amikor a magyar kormány így segítőleg, hogy még mi sem ratifikáljuk a svédek csatlakozását, valahol ezt az ügyet támogatja, hogy Európában, a Európai Tagjel... Bizottságnak a fideszes elnök az Inforádio Arena című műsorában mondta, hogyha jól emlékszem ott, hogy tulajdonképpen arról volt szó, hogy azért játszott ezt a játékot Magyarország, hogy Törökország ne egyedül legyen. Így van. Amelyik egyelőre gáncsolja. De ez nem egy szuverén országnak a viselkedési attitűdje, tehát ez szerintem egy egészen elképesztő hozzáállás, tehát ez nem a nemzeti szuverenitásnak a megnyilvánulása. És ilyen értelemben én a törököket értem, tehát legalább értem a logikáját annak, hogy Erdogan elnöknek mi a baja Svédország NATO csatlakozásával, de hogy mi a magyar nemzeti érdek ebbe, azt én hónapok óta nem jó, mondjuk ez októberben megtörténik. A Magyarország Európai Unió, vagy esetleg a hallgatóknak, a diákoknak, a kutatócsoportoknak az Európai Uniós együttműködései, azokra akkor ott most itt, mi van? Igen, itt, hogy miért hoztam ezt is, vagy miért emeltem ezt is ki. A Fidesz csak arról szeretne beszélni, amiben látja azt, hogy valami, hogy vagy a diplomáciában, vagy a szavazótáborában, így jó úton tud haladni, vagy jó viszonyt tud ápolni. Itt most jobb volt a NATO ügyében semmit nem kommunikálni kifelé, és hogy erre most nincs szükség, nincs idő, és jobb erről semmit nem mondani, ez a NATO felé, ez egyértelmű, de a Fidesznek a hazai választói politikai kommunikációban tehát inkább azt érzik, hogy hát most a svédeknek ránk is várnunk kell, most úgy táncolnak, ahogy a mi pártunk, vagy a Fidesz fütyül, tehát hogy ez odafelé magyarázható, és akkor így lehet jegelni ezt a témát, és akkor nyertek itt is, meg ott is valahol, valamit egy kicsit, vagy időt legalábbis. A másik része meg pontosan az, amit most az ellenzék egyébként beemelt számos témát, ugye az MSZP a nyugdíjrendszernek a reformját hozta be, csak hogy ez erről is legyen itt most szó, hogy az ellenzéknek meg volt most a lehetőség ezzel a rendkívüli ülésre, hogy olyan ügyekről beszéljen, ami egyébként a hétköznapi, most a nyári időszakban is abszolút fontos ügyek, de nincs rendes ülésszak, és akkor így a fű alá lehet söpörni. És akkor adódik bennem a kérdés ilyenkor újságíróként, és akkor teszem fel így, hogy az ellenzéki pártok kezdeményezhetnek sorra folyamatosan rendkívüli üléseket, még ha csak ilyen megszólalásokig is jutnak el, 40 perc alatt berekeztik, de legalább az ügyeket fel lehet tárni. Teljesen nem lenne teljesen más, nem mutatna teljesen más képet a pártokról, hogyha akkor a Fideszt egyébként akkor mindig tetemre hívnák ezekben az ügyekben? Mármint, hogy folyamatosan kezdeményezni a rendkívüli időszakban ugye ez házbizottság által jóvá kell hagyni, tehát hogy ez ugye ehhez az ellenzéki pártok ugye csak akkor tudnak ilyet kezdeményezni, a megfelelő számú képviselői aláírás megvan hozzá, tehát ugye ez egyeztetve van a többi ellenzéki párttal, mert szükségünk van ugye a megfelelő számú aláírásra, és a házbizottságnak ezt ki kell írnia ilyenkor. Tehát itt azért Kövér Lászlónak van, ahol nem mérlegel, hanem ki kell kötelező. Igen. De kétségtelen, tehát hogy ezzel lehetne tematizálni az augusztus hónapot folyamatában és végig is, ezzel is jelezve, hogy milyen sürgős kérdések. Ráadásul ezek tényleg olyan fontos témák, amelyekben most kéne a cölöpöket leverni, hogy akár az ősz folyamán, mondjuk egy őszi ülésszakban lehessen érdemben benne tárgyalni, de hát annak idején, amikor a ház szabályt radikálisan átalakították, gyakorlatilag kiüresítették a plenáris ülést. Tehát az, hogy bizottsági szintre vitték be például a módosító indítvány
kormányok, ahol érvelni lehet, hogy miért akarod azt a paragrafust, azt a bekezdést módosítani, el tud mondani a nagy nyilvánosság előtt, ezt ugye kinyírták a házszabályból, és ledegradálták bizottsági szintre. Most, ha bizottsági szintet nem ugorja meg egy előterjesztés, akkor nem is kerül igazából a nyilvánosság elé. Tehát, mert nincs hozzá fórumod. Ráadásul ugye ilyen kardinális ügyekben, ahol társadalmi vitákat kéne folytatni, a nyugdíjügyet, amelyet Komját Imre a mai nap folyamán az MSZP szónokaként, pártelnökként bevitt, arra kötelezettsége van az Orbán kormánynak, a rezilienciáról szóló európai előterjesztést, amit a magyar kormány küldött ki Brüsszelnek, ott átnézve, ugye megállapodtak abban, 82 oldalas dokumentum született belőle, itt 2025-re nyugdíjreformnak kéne elfogadva lenni, elnézést a magyartalan kifejezésért. De most ehhez képest történt valami is. Állítólag van egy helyettes államtitkár, aki a nyugdíjreform előkészületeivel foglalkozik. Hogy hívják? Senki nem látta. Hát ez olyan, mint a kalambó felesége. Tudom, hogy nekem hivatalból nagyon felkészültek. Hol vannak azok a társadalmi szervezetek, akikkel neki kötelező egyeztetni már az előkészületek folyamatában? Menjünk tovább az árstopok eltörlésének a kérdésével, hiszen eljött a nagy nap, és vége van az árstopoknak. Erről van egy összeállításunk, megmutatjuk. Augusztus 1-ével lép életbe azon változtatások többsége, amelyekről a kormány még júniusban döntött. A családtámogatások és a szépkártyára vonatkozó szabályok átalakítása mellett az árstop is kivezetésre kerül. Ez utóbbi esetében arra kell számítanunk, hogy a hatóságjáras termékeket ezentúl az üzletek árazhatják majd be. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint ez nem feltétlenül jelent drágulást. Például az olajért augusztustól körülbelül 500 forintot kérnek literenként, a liszt kilója 190 forint, a sertés combé pedig 1500 forint körül várható. A másik fontos változás, hogy az egyik kötelezően akciózott 20 termék kiegészül a jelenleg még árstoppos termékekkel. A boltoknak termékkategóriánként legalább egyet csökkenteniük kell. Azt, hogy mely élelmiszer árát változtatják, az áruház dönti el, a mértékét viszont már a kormány, ami a jelenlegi 10%-ot 15%-ra emelni. Megemelkedik a szépkártyára utalható keretösszeg, és lehetővé teszik, hogy hideg élelmiszerért is tudjanak fizetni a vásárlók. Így már például a dohányboltokban is fizethetünk ezzel a kártyával. Ez a szép nem arról szól, hogy ez egy esztétikai minőség volna ez a kártya, nem attól szép, hanem Széchenyi pihenő program. Tehát az elsődleges célkitűzés az ez volt ezzel. Most már egészen másra is lehet használni. Szóval az árstopok kivezetéséről nagyon sok szó esett már korábban, és nagyon sok elemző elmondta azt, hogy éppenséggel infláció gerjesztő hatása volt az árstopoknak. Más elemzők meg azt mondták, hogy a boltok, főleg a nagy multik, amelyek megtehetik, azok igaz, hogy széterítették azt, ahol csökkenteni kellett az árakat, és akkor más terméken meg ezt behozta, de egyébként is volt egy folyamatos akciózási hullám, ami ezek után is történik. Tehát ami most politikailag, gazdaságpolitikailag egy kormányzati intézkedésnek tűnik, az valójában eltér attól a gyakorlattól, amelyet a nagyboltok amúgy is folytatnának. Nem nagyon. Tehát először is én magam közgazdászként is, meg a Jobbik konzervatívok elnökeként is nagyon boldog vagyok, hogy vége van ennek a ilyen poszt-szocialista őrületnek, amit itt ezekkel az árstopokkal ez a kormányzat végzett. Ugye a magyar miniszterelnök fogalmazott úgy egy rádióinterjúban, hogy ő diplomás emberként és jogászként egyszerűen nem érti, hogy az árstopp az miért eredményezhet inflációt. Hát ha már nem tanult közgazdaságtant, akkor legalább egy-két olyan embert a környezetébe fölvehetett volna, akik tanácsadóként elmagyarázzák neki a közgazdaságtannak az alapösszefüggéseit. Jogi egyetemen is szoktak egyébként, de egy fél év közgazdaságtan is, azért rendkívül szokott lenni általában. De azt szerintem a jogászok többsége el akarja blitzelni, mint ahogy a közgazdászoknak, ha jogot akarnak tanítani, akkor azt ilyen túlélés üzemmódban valahogy elvégezzük, de ez egy olyan alapvetés, olyan károkat okoz
a magyar gazdaságnak a kormányzat minden nemű beavatkozással. És én nagyon örülök annak, hogy az ástopokat kivezetik, de ez is ilyen felemásra sikerült, mert az ástopokat kivezetik, de ugyanakkor megint csak a kereskedőket arra kényszerítik, hogy bizonyos mértékben bizonyos áruknak a termékét azt ugye ilyen akciókra, vagy ilyen akciósá tegyék. Ezek elképesztő károkat okoznak a gazdaságnak. Ezt a szocializmusban nekünk lett volna 40 évünk arra, hogy megtanuljuk, hogy ezek miért nem működnek. Ez az egész ilyen társadalom mérnökösködés, ami akkor divott, ez piaci körülmények között soha nem működik, ez is rossz. Az árstoppok is rosszak voltak, ez a mostani rendszer is nagyon rossz lesz, ezt be kéne fejezni, mielőtt nagyobb károkat okoz. Itt egyéb hatásokról is lehet beszélni, tehát nyilván a nagy cégek meg tudják, egyébként arról beszélt a miniszterelnök néhány nappal ezelőtt szintén, hogy az áremelkedésekért a multiknak a profit éjsége tehető felelőssé. Az élelmiszer áremelkedések kapcsán elfelejtett szót ejteni valószínűleg, ez csak azért, mert nyilván rengeteg információval dolgozik nap mint nap, és az én fejem se káptalan. Akkor aki nálam sokkal többet kell, hogy gondolkozzon, hogy tudna megjegyezni még több információt. Szóval vannak azért magyar tulajdonban lévő láncok is, amelyeknél hát ilyen egyöntetű ilyen vásárló elégedettségmérések itt-ott azért előfordulnak. Elégedetlenebbek a vevők, rosszabb a termék kínálat, egyébként ugyanannyi külföldi árut forgalmaznak, mint a külföldi tulajdonban lévő multik, és még drágábbak is. Tehát ezeknek a magyar láncoknak a felelőssége vagy a szerepe az nem merül föl a kormányzati érvelésbe, csak a multiké. Hol vannak ezek a magyar láncok? Azokon a településeken, akiknek meg kéne, hogy az ott élő embereknek valamilyen segítséget nyújtson a kormány. Tehát beszéljünk világosan, itt a CBA-ról van szó, a Coop hálózatról van szó, Reál hálózatról van szó. Ez egyébként a magyar kiskereskedelemnek körülbelül egy harmada, tévedés ne essék. Tehát itt értem én a miniszterelnököt, hogy néha egy-egy fricskát a Lidl-nek, Aldi-nak oda kell lökni, de hát igazából aki nem tud kimozdulni a falujából, aki nem engedheti meg anyagilag magának azt, hogy a nagyváros nagy bevásárló központjába elutazzon, az el fog ballagni a falusi boltba, és ellenőrizetlenül olyan áron kell, hogy megvegye az árukat, amilyen adják, mert az az egy bolt van, sőt, belátható környéken az az egy bolt van. Több ezer kis bolt zárt be az elmúlt. Én ezt nap mint nap tapasztalom egyébként, én rendszeresen vásárolok apró dolgokat, mikor elfelejt valamit az ember, kénytelen elmenni egy ilyen boltba, és én látom, hogy 20-25%-kal drágábbak ezek a falusi kisboltok, mint a nagy bevásárló központok. Oké, értem, hogy más a beszerzés, másképp tárgyalnak, amikor a fölvásár, más a volumen. Én ezeket pontosan értem. De azt is lehet látni, hogy, és erről itt nem beszél senki, hogy a magyar társadalomban ebben az évben iszonyatos reáljövedelem csökkenés van. Az első negyed év lezárt adatai 15,6%-os reálpozícióromlást, az előző hónap is 3%-ot mutatott. Innentől kezdve egyértelmű, hogy a kiskereskedelmi forgalom csökkent, következésképpen a kormánynak a csodafegyvere, hogy az általános forgalmi adót, a forgalomra vetett adót beszedi, és ebből garázdálkodnak, megbicsaklani látszik a csodafegyvert, nem jött be annyi áfa bevétel, mint amennyire számítottak, szerintem nem jött be annyi kiskereskedelmi különadó bevétel sem, mint amennyire számítottak, ellenben a múlt évben közel 2000 milliárdos többletbevétele volt a kormánynak, csak az áfából 1380 milliárdos többletbevétele volt, és a különböző különadókból még kijön a 2000 milliárdra. Csak egy gondolat, hogy az ástopok kivezetése egyébként pont kifejezetten a kisboltoknál annyi segítséget jelent, hogy már az ilyen kulcs termékek, amiket a vásárlók egyébként be kell, hogy menjenek a boltokba, ott legalább a saját áraikat tudják megkiszabni, vagy meghatározni. Ez valamennyi segítség, csak ugye a probléma kötelező akciózása, hogy ugye ott nekik idézőjelben szerencsére nem kell ilyet csinálniuk,
az ő szerencséjükre, de a nagy áruházakhoz meg tovább tolja a forgalmat. Vevőmágnes. De ez azt hiszem pont a műsort megelőzően az egyenes beszédben is elhangzott, tehát nem csak saját kultfőből dolgozom. De hogy ugyanakkor meg, bocsánat, tehát, hogy ugye lenne megoldás, ugye nagyon sokat kritizáljuk a kormányt, és én is ugye az ástopok kapcsán többször itt kikelek a kormányzati intézkedések miatt, de hogy, hogy meg kellene nézni azt, hogy az ilyen típusú helyzeteket más országokban hogyan kezelnek, és nem ástopokkal, tehát ez tényleg a tervgazdaságnak, meg az államszocializmusnak voltak a módszerei, amelyek tönkretették a gazdaságot. Ugye például egy olyan országban, ahol ilyen reálbér csökkenés megy végbe, ott tényleg a béreknek az értékállóságát kellene megőrizni, és az ilyen típusú támogatásokat, tehát mert tényleg a legnagyobb probléma az, hogy sok család nem jut hozzá az alapvető élelmiszerekhez, és ezért mondtuk azt, hogy egy nemzeti élelmiszer támogatási programon keresztül célzottan lehetne azokat a társadalmi csoportokat, akik rászorulnak, akik nem tudnak hozzájutni a zöldséghez, gyümölcshöz, húsáruhoz, egészséges élelmiszerekhez, őket célzottan lehetne támogatni, de nem ilyen eszközökkel, mert ez még igazságtalan is, hogyha Tiborcz István ugyanolyan áron vásárolhatja meg a terméket, mint a szegényebb családok, ez egy társadalmilag igazságtalan. Menjünk kell tovább, mert van megoldás. Még 10 percünk, meg 2 témánk, lehet, hogy ebből már csak egyre fog majd idő jutni. De akkor ezt az egyet, azt legalábbis vegyük most itt előre. Egyrészt, hát olyan hetet sikerült zárni a magyar sportban, amilyen azért viszonylag ritkán van, az egy héten belül több sportágban is, a vívástól kezdve a medencéig, a vizes sportokig aranyérmeket szereztünk, világbajnokságokon ráadásul. A sportkedvelők azoknak nem kell elmondani, mert végignézték ezeket a mérkőzéseket, összecsapásokat, döntőket. Aki annyira nem sportkedvelő, azért egy kicsit lapozzon vissza, és higgyék el, hogy meg fog dobbanni a szívük, és természetesen ilyenkor nem is volna igazi magyar miniszterelnök egy miniszterelnök, hogyha erről nem posztolna ő maga is, és ebbe szerintem oldaltól függetlenül nem lehet belekötni, de Orbán Viktor a labdarúgás és a gyermekkori életmód összefüggésével kapcsolatban is megnyilvánult, meg tudjuk mutatni ezt a néhány mondatot is, amelyet a szokásos péntek reggeli rádió interjújában mondott, ezt most nem lejátsszuk, hanem valóban csak mutatjuk. Hát az ő gyermekkorában, tehát bezzeg a mi időnkben ismerjük ezt, mindannyian utáltuk a szüleinktől hallani, futottunk a réten, ugrottunk az árkot, másztunk fára, úgy éltünk, hogy kifejlődtek olyan fizikai képességek, döntéshozatali helyzetek voltak, amik miatt 13-14 éves korunkra már komoly embereknek számítottunk. Ma meg itt van ez a Mama Hotel, szóval ez az egész pátyolgatás, ami Magyarországon jellemző nagyon sok szülőre, a rengeteg kütyű, a külön órák világ, ami a modern világnak a vele járója, ma nem segíti a magyar futballt. Én nem vagyok akkor a labdarúgó rajongó, megmondom őszintén, egyrészt, mint akár néhányan itt a stúdióban körülöttem, a kamerák mögött is a kollégáim, és végképp nem akkora, mint a miniszterelnök, de én valahogy azt tapasztalom, hogy olyan országokban, ahol szintén vannak kütyük a gyerekeknek, szintén a szülők pátyolgatják őket, akár mégis ezek az országok, van olyan, akad egy-kettő, ami gazdaságilag sokkal jobban áll nálunk, és még a fociban is jobbak, és hogy az előző miniszterelnöki poszthoz visszamegyünk, érdekes, vízi labdában, például nem tudom, azok a gyerekek azok árkot ugrottak, meg fára másztak, tehát nekik nem voltak kütyűik, és mégis meg tudtak nyerni egy világbajnokságot vízilabdásként. Szóval a sporták felé való orientálódást azt mennyire befolyásolja vajon azt, hogy van-e okos telefonja a gyereknek, vagy van-e mit tudom, árammal működő sok-sok eszköz. Azért nevetek rajta, mert ha a külön órák világát veszük, akkor az azért van, kedves miniszterelnök úr, mert csapnivalóan rossz a magyar oktatás, és a gyereket el kell vinni külön órára, hogy utána egyetemre tudjon kerülni. Na, nézze, mondjuk nálunk Egerben mindenki vízilabdázó, mindenki úszó, nekünk olimpikonjaink vannak, volt olyan szezon többször is, amikor 3 olimpikon is vízilabdázó, Biros Pétertől Széchen keresztül Hosnyánszkiig mindenki Egerbe játszott, a CETEF Egerbe. Én a fiamat babaúszásra hordtam, ezért lett vízilabdázó belőle. Na szóval ez úgy van, kedves miniszterelnök úr, hogy ilyen eredményeket egyébként én borzasztó büszke vagyok erre, most is van a válogatottnak Zaránki Gábor személyében egri nagyon sikeres, tehetséges vízilabdázója. Azok az országok is elérik,
ahol mondjuk nem adnak 500 millió forintig adómentességet a botlábú focistáknak. Például. A másik, hogy olyan sportágakban, amik, hogy mondjam, ilyen tradicionálisan magyar sportágak, akár egy évszázad óta, például a vívás és annak minden válfaja, de ilyen mondhatom az úszást is, a vízilabdát, mindegy, hogy női vagy férfi vízilabdáról beszélünk, mindig ott vagyunk a toppon. Nos, én azt gondolom, hogy el kéne nagyon gondolkodni azon, hogy például a kokáért az a TAO rendszer, amelyet ők bevezettek, pontosabban lekopírozták, mert előtte a kultúrára volt ilyen lehetőség, és ugye ő átfordította a sportra. Ide párhuzamosan futott a kettő, csak igen, gyanús volt a visszaélések miatt a kormányzatnak a kultúrára fordított TAO támogatásoknak a rendszere, és ezért a sporté az nem. Az szóval, nem. Szóval, hogy kell-e több pénzt fordítani, vagy a magyar sportra, borzasztó sok pénzt fordítunk, nagyon sokféleképpen, nagyon sok közpénzt is fordítunk, az a baj, hogy sokszor ellenőrizetlenül, nem transzparens módon, sok helyen a korrupciónak a meleg ágya, bizony, ki kell mondani, a sport ilyetén való támogatása, amit a kormányzati politika lekövet. Nyilván családok, élethelyzetek, családok vagyoni helyzete sok mindent befolyásol, és nem ajánlom, hogy megkeressék az interneten azokat az eléggé egyszerű, kifejezetten a sportértékkel nem bíró érveléseket, hogy mondjuk a miniszterelnök gyermekeinek mennyire kell megdolgozni az első lakásért, megengedhetik-e maguknak azt, hogy külön költözzenek, vagy a mama hotelban éljenek otthon, tehát mondom, méltánytalan volna, hogy ezzel foglalkoznánk. Viszont sok családnak mégiscsak ez a valósága is. Tehát azért nem focizik jól, mert a mama hotelben lakik, és kütyüje van neki. Tehát, hogyha valamelyiket kivesszük a rendszerből, akkor majd jól fog focizni. Tehát én nem értem, hogy a németek hogy csinálják. De pont, szerintem pont ez a lényeg, hogy jó vívóink, jó vízilabdázóink, jó úszóink mindig is voltak. Akkor is, amikor nem támogatta őket agyon az állam, meg akkor is, amikor több pénzt juttat oda. Tehát ezeket az eredményeket én nem a ráfordított költségek arányában nézem. Mindig is büszkék lehettünk a kajakkenús, vízilabdás, úszó, párbajtőrös magyar sportolóinkra is. Ez a büszkeség, ez egy adottság, ez megvan, mindannyian büszkék vagyunk rá. Az, hogy a magyar foci az mikor lesz jó, meg hogy hát ebben a rendszerben biztos, hogy nem lesz jó, és ebbe a világ összes pénzét rá lehet fordítani a magyar focira, nem lesz jobb ettől a rendszer. Ami számomra az igazi kérdés, az, amit szerkesztő is megfogalmazott, hogy Magyarországon a sport az luxussá vált, elérhetetlenné vált nagyon-nagyon sok család számára, és Magyarországon a Jobbik konzervatívok 10 éve ezt a programot teszi le a választók elé. A kérdés a testnevelésnek a kérdése. A magyar kormány nem fordít egy kanyi fillért sem a testnevelés fejlesztésére. Az a kérdés, mindennapos tesi óra. Mindennapi tesi óra. Az óra a mindennapi tesi óra, igen, például a tanúszodák kérdése, a tornatermek fejlesztésének a kérdésében Magyarország teljesen leállt és teljesen elmaradt. Szerintem az az igazi kérdés, hogy hogyan lehet Magyarországon a testnevelést és a versenysportot ötvözni. És egy olyan rendszer, és a testnevelés az világhírű. Magyarországon a testnevelési képzés, a testnevelés mint olyan, nagyon-nagyon komoly színvonalú, és mégis a kormány ebben nem fektet, pedig Magyarország mint társadalomnak az egészségügyi állapota szempontjából, ez egy kardinális kérdés. Korosz Lajos már egy kicsit pedzegette is itt a külön órákkal. Alapvetően ugye miért nincsen egy gyereknek ideje erre, hogy úgy fejlődjön fizikálisan, vagy akár a sportágnak megfelelően, mert rengeteg olyan órát kell teljesíteni a napközben, 7.-8. órák is vannak, a tömegsport állapota igazából nem megfelelő és nem feltétlen vonzó igazából a diákok számára, és ugye a tömegsport az egyetlen egy eszköz, ami valamilyen kiegyenlítő szerepe van a társadalomban, tehát akik nem tudnak megvenni minden eszközt ahhoz, hogy élsportoló legyen a gyerekből, de és nem tudják megkínálni ezáltal a gyereket különböző sportágakkal, hogy na figyelj, ezt is kipróbáltad, azt is kipróbálhatod, játszhatsz egy kicsit, és akkor ebből majd lehet valami eredmény. Erre nincs igazából mozgástér itthon a magyar családoknak, rossz az infrastruktúra, és valahol itt vészel ez az egész.
Még meg hogy nem ugrálják át az árkot, meg nem másznak fára. Hát nem tudok elvonatkoztatni. Még, okay. Csak egyetlen egy gondolatot még bedobjak, hogy szerintem azt, én még úgy vagyok vele, hogy az, hogy mondjuk nem csökkentik a különböző sportágak támogatását, a futballról lehetne vitatkozni. Ott azt mondom, hogy jó, rendben, tehát ne az legyen, hogy akkor egyből elkezdünk mindent visszabontani, és, hanem inkább struktúráljuk át ezt az egész rendszert. De amikor az megtörténik, hogy 2,7 milliárd forinttal ugye többet költöttünk idén kifejezetten az ilyen versenysportokra, olimpiai sportágakra, ez jól hangzik, inflációs környezet az persze más, de párhuzamosan meg valami 40 milliárd forinttal kevesebbet tervezünk költeni jövőre gyógyszertámogatásra. Tehát, hogy az arányokkal van jellemzően a probléma, ebben kellene rendet tenni. Ön szerint többet kellene költeni a magyar sikersportákra, igen vagy nem? Ez volt a nap kérdése, itt a nap hírében nézzük a végeredményt. 29-71 ez a végeredmény. Úgyhogy most már ne nyomogassák a gombot a különböző online, ne foglalkozzanak annyit kütyükkel, inkább ugráljanak árkot, meg mászanak fára, aki pedig tudja, az pátyolgassa a gyerekét. Én is, hogyha hazamegyek, akkor mégiscsak ezt fogom majd tenni. Kóros Lajosnak, Gyöngyösi Mártonnak, Kunyatyinszki Győrnek köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak magukra és egymásra is, viszontlátásra.